Adjad neki, öreg, zorgasson! Bam! Haló! Károly van te! Ki a Károlycsi? Ki a bajnok? Te! Te kabur kicsi! Köszönjük, srácok, újra itt vagyunk, tudjátok, a DJ FM műsorában is pörgetjük a legmenőbb felvételeket. Innétől kezdve a jól megszokott bambuzé stílusban csak a legmenőbbeknek, a legjobb helyen. A felvétel sok-sok szeretettel a lakatos Brandonnak szól, az utánozhatatlan bajnoknak 2024-ben is, a legnagyobb csibésznek, gyerekek, a vezérnek. És igen, 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 gyerekek, tudomásom szerint szeptember végén érkezik a Károly boss! És igen, 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 gyerekek! Egy kicsit rendet fog már tenni a médiában, hogy tudja mindenki, hogy ki a Károly! A Brandon testvére figyelte az eseményeket, hagyott teret, az oroszlánoknak is hagyott teret, de ő egy igazi farkas gyereke, ő egymagában is, igazi Károly boss, nyomd meg jó! Hogy bármennyi év teljen elő, akkor is jól fog érezni magát. És lehet utánozni. Ugyanazt a cipőt fel lehet venni, és végig lehet benne menni, csak nehogy szorítson. Vigyelj! Mi van egy csím? Mi van egy csím? Te! Zorgasd meg! Zorgasd meg! Gyere, zorgasd meg! We'll be right back.
És ezen a felvétellel a Brandon kedveskedne az DJ-nek. Hadd legyen, hadd legyen! A Károlyból hamarosan érkezik, és tisztítani jön a médiát. Check it out, y'all. A gyerekek, aki szabadlábon lesz, csinálni fog magának egy TikTok fiókot. Ha, egy-két órán belül meg lesz a 100 000 követője. Ezt merem állítani, én jó magam babúze. Ha már Cristiano Ronaldónak 3 nap alatt 3 millió követő meg lett YouTube-on, akkor a legnagyobb gangsterünknek, a Brandonnak miért ne lehetne meg 1 nap alatt a 100 000 követő a TikTokon? Elem.